Az érintettek 75%-a, vagyis mintegy 75 ezer ember nem is tud betegségéről. A hepatitis vírusok ugyanis évtizedekig is lappanganak a szervezetben, így a fertőzés akkor derül ki, amikor a folyamat már megállíthatatlan. Ebben a stádiumban májzsugorodás, májrák is kialakulhat. Az időben felfedezett, vérrel fertőző betegség azonban ma már teljesen gyógyítható, ehhez viszont szűrővizsgálatokon kellene részt venniük a potenciálisan veszélyeztetetteknek. Akik például olyan egészségügyi orvosi beavatkozásokon estek át, amivel el lehet kapni ezt a betegséget, és Magyarországon ez a nagy többség. Tehát a magyar fertőzötteknek a hepatitis C esetén 90%-a az egészségügyi beavatkozással kapták. Akik ilyenen átestek, azoknak kellene szűrővizsgálathoz jutniuk. Technikailag lehetséges jelenleg is, ha valaki ezt kéri, csak fizetnie kell érte. A szűrővizsgálatot jelenleg az állam nem fizet. Éppen ezért két betegjogi szervezet petíciót juttatott el az egészségügyi vezetőkhöz, amelyben a szűrővizsgálatok, valamint az új Európában és Magyarországon is törzskönyvezett hepatitis C elleni gyógyszerek támogatását kérték. A társadalombiztosító jelenleg a vírus egyéves kezelését finanszírozza, amely heti egy injekcióból és naponta szedett tablettákból áll. Ennek költsége éves szinten 5 millió forint betegenként. Amit jelenleg még nem finanszíroz, az az a lehetőség, hogy ha emeli a kettő mellé egy további antivirális szer szájon át szedhető gyógyszert kap a beteg, akkor a kezelés sikerének az esélye jelentősen megnövekednek. Sőt, a szakember azt mondja, a fertőző májgyulladásos betegek nagy része szervikárosodás nélkül teljesen meggyógyulna az új készítményektől, és a továbbfertőzés esélye is megszűnne. Ez egyébként nem olyan borzasztó nagy összköltséggel járna a magyar államnak más betegségek ellátásához képest, mert itt egy ilyen kezeléssel a betegnek fele, vagy több mint fele meggyógyítható lehet. Hunyadi Béla professzor hozzátette, a hepatitis vírusok által bekövetkezett májbetegségek kezelése ugyanakkor jelentősen drágább az államnak, mintha az új medicinákat támogatná. A fertőzés B és C típusa világszerte 500 millió embert betegített már meg, ezért kulcsfontosságú a kezelések további finanszírozása, ez ad lehetőséget a teljes gyógyulásra.